sokan érzékeltük én szerintem a városban, hogy a kerékpáros közlekedéssel, meg ugye itt a közlekedéssel elég komoly gondok vannak, és ennek kapcsán a mobil felső hétet egy kicsit megelőzve készüljünk fel erre a szeptemberi programra. Aki arra jár, vagy most itt a hírek, információk kapcsán kedvet kap, úgy érzi, hogy esetleg vannak hiányosságai, vagy információra van szüksége, akkor az szívesen várjuk. Egy ilyen elméleti program résszel nyit. Készítettem tesztlapokat, ezek ilyen szarvasi helyszínekre fókuszáló kérdések, 10 plusz 1 kérdéssel, úgynevezett ilyen totós tesztjeim, amit majd ott kitölti, és akkor ilyen konzultatíve átbeszéljük, hogy akkor most mégis hol van esetleg hiányosság, vagy mi az, ami helyes magatartás. És az alkohol és a drog kapcsán nekem vannak úgynevezett részek, szemüveg kollekcióim. 5 féle van, ezek különböző alkohol szintet imitálnak, produkálnak. Tehát ezzel azt tudjuk elérni, hogy józan állapotban illumináltnak hogyan lehet lenni. A reakciót, egyebeket, a látást nyilván tompítja, az érzelmi állapotot nem úgy, mint az alkohol, és akkor mindenki kipróbálhatja. És a másik helyszín egy ilyen ügyességi pálya. Ennek az eszközei is megvannak, olyan 15-20 méteres szakaszon, szintén ugyanolyan szélességben lesznek különböző akadályok. Erre fogom kihegyezni azokat a gyakorlatokat, hogy hogyan kerüljön ki egy járművet, nyilván ott bólyák között, létszek között imitálva az ilyen élethelyzetet. Majd Milán is fog csatlakozni ehhez a programhoz, itt már mint ő is oktató.